Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról részvevőket is. Én Baltatusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Én Baltatusek Nébolya vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ás volt, mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetünk, házasságban élünk, már majd 28 éve. Ez így van, és van egy 16 éves lányunk. Magamról annyit, hogy én kereskedelmit végeztem, volt eladóként dolgoztam, mára viszont már a PPH tanulói szervezés, csapatszervezés a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy a Földön, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever, csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 1984 óta Budapesten élt családjával. Feleségével, Szedlacsik Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. 2 fiúgyermeket neveltek fel. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Mesterünk Szedlacsik Miklós kapott egy küldetést, és a küldetés megvalósításához képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjon át, amely által az emberek képesekké válnak szeretett korba, az aranykorba bejutni. Ennek a küldetésnek megvalósításához kapott egyedülálló különleges képességeket. Ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön tartsa meg a mai képzésünket, mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós, mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Meg is nézem. Igen, úgy néz ki. Jó. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Lehetne egy jobb világ? Igen? És mit tesznek az emberek azért, hogy egy jobb világ legyen? Nem azért tesznek inkább, hogy még rosszabb legyen? Tehát, mint hogyha azért tennének, hogy rosszabb legyen, nem azért, hogy jobb, nem? Tehát, mintha lenne ilyen törekvés, hogy egyre rosszabb és rosszabb világba éljünk, nem? Hát főleg ez most már egyértelműen látszik 2019-től, nem? De hát ezt
lehetne tudni, hogyha az emberek azok nem okosodnak, akkor butulnak. Hát vagy okosodik egy ember, vagy butul. Hát stagnálás nincsen. Hát gondold végig, ha valamit nem fejlesztesz, az romlik. Nem? Minden téren a bolygón. Sőt, az elég egész világegyetemben, ha nincs fejlesztés, akkor az romlik. Nem? Ha nem fejlődik valami, akkor az romlik. Tehát stagnálás effektíve csak nagyon rövid ideig tud megtörténni. Tehát mindennek az állapota az romlik, ha nem fejlesztik. Hát ugyanúgy az ember is. A tudata is romlik, ha nem fejleszti az egyén, nem? És nem arról híresek az emberek, hogy fejlesztenék a tudatukat, nem? Valahogy. Pedig nem kellene azon elgondolkodni, hogy vajon miért is van itt az ember a bolygón. Tehát az emberek azt gondolják, hogy azért vannak itt, hogy egyenek, igyanak, szórakozzanak, mondjuk felneveljenek egy pár gyereket, nem? Aztán, és azon kívül azt gondolják emberek, hogy mondjuk világlátásért, tehát hogy lássák a világot, és akkor utazgatnak. És akkor megnézi az ember, hogy az kinek hasznos? Azoknak, akiknek kifizeti az utazgatásait, nem? Ha mondjuk valaki szervezte azt az utazást, akkor a szervezőnek hasznos. Aztán másnak, aki néz, és mit ér vele? Most gondold végig, régen, mint tudom, az én nagyapám ki sem mozdult a faluba. És sokkal boldogabb volt, mint a mai emberek. Tehát mit tudom én mondjuk egy 40-50 évvel ezelőtt az emberek sokkal jobb állapotban voltak, mint manapság. És pedig a vidéki emberek ki sem mozdultak otthonról. Max egy pár faluval arrébb, mondjuk a legközelebbi városig talán elmentek, aztán slussz. Nagyapám egyszer volt Budapesten életében, eljött a lányát meglátogatni. Annyit. De máshol nem volt. Na, gondold végig, és az emberek azt gondolják, hogy hát, hogy azért élünk, hogy együnk, igyunk, szórakozzunk, nem? Ezért születtünk. Hát, akkor egyenértékűek vagyunk az állatokkal, nem? Hát, ha nincs célunk azzal kapcsolatban, amiért születtünk, akkor olyanok vagyunk, mint az állatok. Rosszul látom? Hát az állatnak is csak az a célja, hogy egyen igyon, minél jobban érezze magát, fölneveljen egy-két utódot, vagy sok utódot, nem? És azon kívül? Hát mint az emberek tisztára. Tehát körülbelül itt tart az ember értelmi szintje? Mint az állatoknál? Vagy hogy van ez? Gondoljátok végig. Tehát, de értelmesnek gondolják sokat magukat, nem? És akkor itt tart az értelmi szintjük. Hogy egyenek, igyanok, hány embertől hallottad már, minek éljek, ha nem is eszek, vagy nem is iszok? Minek éljek, ha nem dohányozhatok? Minek éljek, ha ez van, vagy az van? Nem, ha azt nem csinál, ezt vagy azt nem csinálhatom, akkor minek éljek? Nem hallottál ilyeneket még? Emberektől véletlenül? Gondold végig, hova jutott az emberek értelmi szintje? Hova jutott? Ezért születtünk? Komolyan gondolják emberek, hogy azért születtek, hogy egyenek, igyanak csak, szórakozzanak, meg gyereket neveljenek? Ennyi. Itt tart az értelmi szint. Bravo. Ez igen. Nem azért születtünk véletlenül, hogy fejlesszük a tudatunkat. De minek kell a tudatunkat fejleszteni? Nem öncélból. Tehát nem azért, hogy többet tudjunk inni, vagy enni, vagy többet tudjunk
mondjuk szórakozni. Ha nem ezért. Hát akkor vajon miért? De még soha nem voltál kíváncsi arra, hogy mit keresel itt, mint ember? Hát sok embernek ez valahogy gyerekkorba jut eszébe. Aztán utána ezt elfelejti, hogy eszébe jutott gyerekkorba. Hogy mi a csodát keres itt. Sok embernek felnőtt korban jut eszébe, aztán el is esegeti ezt a gondolatot. Hogy mi a csodát keres itt. És akkor megöregednek az emberek, és akkor elkezd gondolkodni a legtöbb öreg, hogy mi a francot kezdtem én itt az életemmel. És akkor azt gondolja, jó, akkor eljárok templomba, mert hát akkor hát, ha ott megmondják. És megnézed, templomok azok tele vannak öregekkel. Nem? Jó, ezek a modern templomok már, nem? Tudod, milyen modern, ilyen modern vallás. Ott már nem csak öregek vannak, de a régebbi vallásokban megnézed, kik járnak misére, nem a fiatalok, de még nem is a közép osztály, közép korosztály, hanem az öregek. Mert eljutottak oda, hogy valami értelmet keressenek az életüknek, csak nem találnak akkor se. Mert a vallásokban nem mondják meg, hogy miért született az egyén. A vallásokban össze-vissza mindenfélét mondanak. Csak azt nem, ami az igaz. De miért nem tudhatja az ember az igazságot? Ó, hát ha az ember tudna az igazságot, akkor nem lehetne manipulálni. Nem? Akkor nem lehetne mindenféle hülyeséget mondani neki, amit el is hisz. Nem lehetne. Mert ugye minél nagyobb a tudatlanság, annál hiszékenyebb az ember, annál inkább elhisz bármit. Tehát ahhoz, hogy az ember ne legyen hiszékeny, ahhoz kellő tudással kellene rendelkezni. Tehát mit tudom én most, mondok példákat, jó? Hányan hitték el 2000. szeptember 11-jel, vagy 2001. szeptember 11-jel, amit a média nyomatott avval kapcsolatban, hogy mi is történt? Hányan hitték el? Tudom én, az emberiség nagy része. Ugye most miről beszélek? A három toronynak a lerombolásáról. Hányan hitték el? Hányan gondolkodtak el azon, hogy kinek volt az érdekében, kinek állt az érdekében az, hogy azok a tornyok lerombolódjanak. Ki gondolkozott el ezen? Az emberiség egy kis része. A nagy része meg elhitte úgy, ahogy volt. Vagy itt volt például a Covid. Ugye, de még menjünk vissza oda 2001. szeptember 11-re. Utána nem történtek súlyos változtatások. Azóta, mit tudom én mondjuk, elmész a római Szent Péter térre, oda a Szent Péter bazilikához, és nem tudsz csak úgy bemenni. Egy templomba nem tudsz csak úgy bemenni. Még a térre sem tudsz menni. Érted? Mert ilyen fémvizsgáló kapun kell átmenned, érted? Előtte simán jöttél, mentél, érted? Tehát egy templomba nem tudsz úgy tenni, Rómába, érted? Hogy ne nézzék meg, hogy mi van nálad. Röhe. Előtte simán mentél. Előtte volt olyan, képzeld el, hogy ott voltunk Rómában, pont erre a Ratzinger. Pont akkor misézett, mikor ott voltunk. Nyilvánosan, érted? Mit tudom én, ott volt tőlünk pár tíz méterre. És ott néztük mi volt, Ferencnek hívták? Vagy minek hívták az előző pápát? Ugye Ratzinger. Nem a János.
Utána. Ugye a mostani pápa előtt, aki lemondott. A Ratzinger, de mi volt a pápának a neve? Senki nem tudja? Nem. Nem. Benedek, azaz, Benedek pápa, így van. Benedek pápa. És simán. Most ezt nem lehet megcsinálni. Nem tudsz úgy a térre menni, érted, hogy ne vizsgálnának át, hogy ebben a kapuval, mint ami a reptéren van, tudod. Tröhe. És azóta vajon világszerte hány milliárd kamerát szereltek föl, vagy 100 millió kamerát, hány 100 millió, de szerintem milliárdról nyugodtan beszélhetünk azóta. Azóta mit szigorítottak meg? Gyakorlatilag mindent, gondold végig. Tehát akkor valakinek az érdekében állt, hogy az a torony lerombolódjon, nem gondolod? Mert utána bevezettek dolgokat. Tehát az nem terrortámadás volt, most csak annak tűnt. Jó, vagy nézzük meg, itt volt a másik történet, a Covid. Hányan hitték el, hogy halálos betegség? Hányan hitték el? Hányan hitték el, hogy mitől én akár ki tud tőle pusztulni az emberiség? Röhely. Érted? Hányan? És azóta milyen változásokat vezettek be? Gondold végig, annak köszönhetően. További szigorítások történtek. És akkor ki tudja, mikor találnak ki megint milyen hülyeséget, hogy a többség az elhiggye. Nem ezt csinálják? Figyelj, én beszéltem emberekkel, akik nem is tanulnak itt. Tudod, mit mondtak egyesek? Hogy én tartottam bennük a lelket. A Covid alatt. Oké? Olyanokat sose. Utcán találkoztam emberekkel, és ilyeneket mondtak, érted? Hogy a Covid alatt én tartottam bennük a lelket. Életben nem láttam őket, csak akkor. Jó, szóval gondold végig, hogy hova jutott az emberiség. Hát azt csinálnak az emberekkel, azt hitetnek el velük, amit akarnak. Mit mondtak a társadalom legalján lévő emberek? Minek oltassam be magamat, mikor nem tudom, mi van abban? Érted? A társadalom legalján. Tehát a társadalom legalján lévőknek több eszük van, mint akik följebb vannak. Röhely. Mert lehet, hogy nekik van józan paraszti eszük. És lehet, hogy már a többiekből kinevelték. A józan paraszti gondolkodást. Gondoljátok végig. Ez nem hazugság, amikről beszélek, ez a szintiszta valóság. Tehát nem kellene az embernek fejleszteni a saját magát, szerinted? Nem kellene tanulni? Ember és életismeretet? Vagy élet és emberismeretet? Tehát az élet és az embernek az ismerete az egy kulcsfontosságú dolog lenne. Tehát például azért, hogy ne tudjanak manipulálni. Vagy lehetőleg minél nehezebben tudjanak manipulálni. Mert minél okosabb, értelmesebb vagy, eszesebb, annál kevésbé tudnak manipulálni. Minél tudatlanabb egy ember, annál könnyebb manipulálni. Tehát, hogy válik az ember igazán tudatlanná? Tehát az ember az egy nagyon jó alkalmazkodó lény. A csótány és a patkány után a legalkalmazkodóbb lény. Tényleg. Tényleg. Szóval, itt vagyunk mi, ugye, akik nagyon jól tudunk alkalmazkodni. És mit csinálnak az emberek? Mivel töltik az idejük nagy részét? Éppen most olvastam egy cikket avval kapcsolatban, hogy a gyerekek átlagosan 4 órát töltenek el a telefonon. Érted? A telefonon. Átlagosan. Ez egy átlag. 4 órát.
telefonon. Hát, most gondold végig, mit csinálnak az emberek vajon az interneten, a tévén, amikor nézik a tévét, akkor a számítógépen, amikor játszanak, vagy mondjuk, amikor nézik a telefonjukat, és azon keresztül az internet, tehát telefonon keresztül az internetet. Hát a hülyeségebbnél hülyeségebbeket néznek. Tehát ha az ember hülyeséget néz, akkor hülye lesz. Érted? Tehát nem egy hülyeségtől lesz hülye, hanem a rendszeres hülyeségtől lesz hülye. Érted? És az ember rendszeresen hülyeséget néz, akkor gyönyörűen alkalmazkodik a hülyeséghez, és hülyévé válik. Hát lásd már át, hogy azóta hűlnek az emberek, mióta tévé van. Ezért ugye Amerikában volt először bevezetve a tévéadás, a rendszeres tévéadás, ott hűltek el leghamarabb az emberek. És ha te ezt nem látod át, akkor elég hülye vagy. Már. És azokat abban a társadalomban, ahol később jött a rendszeres tévéadás, azok később kezdtek el elhűlni, ezáltal nincsenek annyira elhűlve, mint ott, ahol mit tudom én, 30, 40 vagy 50 évvel kezdődött a tévéadás. De azt hiszem már a 20-as években indult a tévéadás az USA-ban, vagy mikor. Nálunk meg ugye a 60-as évek legelején. Szóval, gondold végig. És ez mindenre igaz. A hülyeséget nézi az ember az interneten, és hülyévé válik. Hát ott van benne. Hülyeséget nézel, hülyévé válsz. Mert ha értelmes dolgokat néznének az emberek, akkor semmi gond nem lenne. De csak egy töredéke néz értelmes dolgokat. A legtöbb nézi a hülyeséget. Hát most gondold végig. Beszélsz átlag emberekkel, és hülyeségeket mondanak. Érted? Szó szerint. Na most, azt gondold végig akkor, hogy azok az emberek, akik írják a híreket, azok nem kiemelkedő emberek. Azok ugyanúgy hülyeségeket írnak. Érted? Tehát az emberek hülyeségeket beszélnek, mert hülyeségeket olvasnak, meg látnak, meg néznek. Olyan emberektől, akik hülyeségeket írnak. Meg rendeznek. Egy ilyen világban élünk. Át kellene látni. És egy ilyen világban, amikor az a lényeg, hogy hülyítsék az embereket, de miért érdekük? Mert egy elmondtam, egy okos, értelmes ember az nagyon-nagyon nehezen manipulálható. Sőt, egy nagyon értelmes ember nem manipulálható, csak tudod mivel? Drogokkal. Oké? Tehát ahhoz, hogy egy értelmes ember manipulálni lehessen, előtte be kell drogozni. Nem vicc, tényleg. Hallottál már arról, hogy drogoznak emberek? Akkor most már tudod, hogy miért vették rá. Nem tudom, tudod, hogy honnan indult el a drogozás. Mi volt a kísérlet? Hol volt a kísérlet? Woodstockban. Nézd meg a Woodstocki fesztivált. Jó, mikor volt, meg tudod nézni, amikor 50-es évek vége felé, 60-as évek eleje, vagy valahogy így. Woodstocki fesztivál, ott volt, mit tudom én, 100 000, és ott próbálták ki a drogot az embereken. A hatalom próbálta ki a drogot, nem a maffia. Jó, a maffia se tudta, mi az, hogy drog.
Ja? És tudod, hogy honnan, mikor találták ki a drogot? Kik találták ki a drogot? A németek, a hadseregüknek bedrogozták őket, és azért tudtak annyira előre haladni a világban. Érted? És azért tudták legyőzni az erősebb hadsereget is, mert jobban bírták szusszal. Oké? Tudod, miért vertek meg minket 54-ben a németek? Mert kaptak pirulát a szünetben. És mi már nem bírtuk, ez a VB-n volt. Előtte az első mérkőzésen, a csoportmérkőzésen, ami 8-3-ra vertük őket. Hülyére vertük őket. És utána a döntőt meg elveszítjük, mert a németek találták ki a doppingot, a drogot, érted? És beadták a saját csapatuknak, érted? De akkor még nem volt doppingteszt. Volt még 54-ben doppingteszt. És ezt tényleg el is mondta egyes játékos, hogy kaptak valami, azt mondták, hogy vitamin. Szünetbe. És bírták, a magyarok nem bírták szusszal, ők meg bírták. Hát fizikai lehetetlenség Belgiumon keresztül az erdőn átmenni. A németek megcsinálták egy éjszak alatt. Érted? Tehát úgy, hogy éjjel-nappal mentek. 24 óra alatt átmentek, és folyamatosan meneteltek. Nem bírja ki az ember. És ők kibírták. És azért ugyanezt csinálták utána az angolok meg az amerikaiak, mert rájöttek arra, hogy drogoztatták a hadsereget, utána ők is drogoztatták a hadsereget, és hazamentek a háborúból, és utána elvonási tünetei voltak a katonáknak. Ez tény. Utána tudsz nézni. Ez megállapított tény. Ez nem feltevés. Ezek tények. Szóval most csak, ugye drognál volt egy kis kitérő. Jó? Tehát ugye azért kell embereknél elérni, hogy igyanak, alkoholizáljanak, drogozzanak, mert ott van, mikor az ember drogozik, vagy alkoholizál, akkor elmegy az esze. Ha rendszeresen csinálja ezt, mert hozzászokik, akkor állandóan el van menve az esze. Drága hölgyeim, volt valakinek alkoholista férje? Na és el volt menve az esze? Teljesen. Gondoljátok végig, jó? Gondoljátok végig. Hát azért kell. Hát most már a nők is alkoholizálnak, régen csak a férfiaknak vették el az eszüket, mert a nők el voltak a családjukkal. Most már a nők sincsenek el teljesen a családjukkal, ezért a nőknek is el kell venni az eszüket, ezt a nőket is itatják, rávették, hogy igyanak, megdrogozzanak. És az nem lassan veszi el az emberek eszét, hanem nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan. Ugye a drogra hamarabb rá lehet szokni, mint az alkoholra, sokkal hamarabb. Van olyan drog, amit egyszer kell fogyasztani. Ugye a kokaint. Egyszer. És onnantól kezdve már hozzá is szokott. Érted? Nem olyan, mint a parti drog, hogy többször kell fogyasztani, hogy hozzászokjon az ember. Lehet, hogy nem tudsz neked. Én nem azért tudom, mert éltem vele egyikkel se az alkollal, se a droggal, hanem azért, mert érdekelt ez a téma, érted? És utána néztem. Tehát ezeknek gyönyörűen utána lehet olvasni, hogy működnek ezek a dolgok. Jó, tehát szép új világunk van, nem vettetek észre? Na, nem kellene csinálni valamit? Tehát most gondold végig, hűlnek az emberek, rosszabbodik a világ. Ahogy hűlünk, úgy rosszabbodik a világ. Tehát nem kellene visszafordítani? Nem kellene okosodni?
okosodni, okosodni, és egyre jobb világunk lesz. Hát fordítva is igaz. Nem csak oda igaz, hogy ülünk, akkor romlik a világ, hanem odafelé is igaz, hogyha okosodunk, akkor eszesedünk, akkor javul a világunk. Hát én azt látom, ugye, én emberek eszesítésével azért foglalkozok már egy ideje, 83-ban kezdtem. Jó, de nem főtevékenységben. Főtevékenységben még csak 14 éve. Oké? Okay. De 83-tól folyamatosan foglalkoztam azzal, hogy eszesítsem az embereket. És tudjátok, mit látok? Azt látom, hogy akik eszesebbek lettek, azok jobban boldogulnak az életben. Mindenki. Aki eszesedik, jobban boldogul az életben. De édes kevés, hogy mondjuk a Földön egy pár ezer ember, vagy egy pár tízezer ember, vagy egy-két százezer ember eszesedik. Az édes kevés, érted? Mert a milliárdok meg butulnak. De pár ezer ember, vagy pár tízezer ember, vagy pár százezer ember rá tudná venni a többieket is, hogy eszesedjenek. Mondod végig. Mert miért? Hát most gondold végig, mit tudom én mondjuk. Ha mondjuk azt nézzük, mit tudom én mondjuk, 500 ezer ember eszesetnek. A 100%-a a bolygónak. Azt mondja, hogy nem egész 1%, nem? De gondold végig, hogy a közösségi portálokon keresztül hány emberhez tudsz eljutni. Tehát, mit tudom én, az 0,7% körülbelül, vagy valahogy így az 500 ezer. Vagy várjál, azt mondja, hogy 8 milliárd, azt mondja, 800 millió, 80 millió, akkor egy ezrelék. Akkor egy ezrelék, 0,7 ezrelék. Akkor nem 1%, 0,7 ezrelék. De több ezer ismerősöd lehet a közösségi portálokon keresztül. Érted? És a közösségi portálokon az emberiség nagy része már fönn van. Az emberiség nagy része. Nem a kisebb része, a nagy része. Hát ami azt jelenti, hogy el lehet jutni az emberekhez, hogy eszesedjenek. Érted? Hát lehetne tenni azért, hogy egy jobb világunk legyen. Vagy megyünk a levesbe. Érted? És megfőznek minket. Azt úgy hívják, hogy pokolt. Főzik az embereket. Jó? Tehát elég érdekes az, hogy gondold végig, hogy az emberek ugye nem gondolkoztak azon, hogy miért születtek ide. De azon sem nagyon gondolkodnak, hogy hova jutott mondjuk mert hallani ilyeneket, hogy tudom én, volt előző emberiség, ugye ezt hozzákapcsolják egy Atlantis nevezetű valamihez. Oké? Jó, az egy kontinens volt, mindegy. Hozzákapcsolják, csak úgy mellékesen mondom. Tehát hozzákapcsolják. És gondold végig, hogy az emberek nem gondolkodnak el azon, sőt, vannak, akik tagadják, hogy volt ilyen, pedig ez tény. Tehát ugye most már bebizonyított tények vannak, hogy ezelőtt az emberiség előtt volt emberiség. És ha nem arról beszélünk, hogy hány emberiség volt, hanem csak az előző emberiségről beszélünk, akkor hova lett? Tehát nem gondolkodnak el. Hova lett? Hova lett? Tehát ugye bebizonyított tény, hogy
nagy városok voltak ezelőtt, az emberiség előtt. Fejlettebb civilizáció volt, mint amiben most vagyunk. És az emberek nem gondolkodnak el azon, hogy hova lett. És akkor túllépnek ezzel a gondolaton, hogy jó, hát mit foglalkoznak én ezzel? Volt egy ilyen, most van ez. Miért tűnt el? Nem kezdve foglalkozni. Gondolják ezt az emberek? De olyan nincs, hogy valami csak úgy eltűnik, érted? Olyan nincs. Az olyan van, hogy annak oka volt, hogy eltűnt. Oké? Ezen a bolygón mindennek oka van. Oktalanul semmi nincs. És akkor azt gondolod, hogy oktalanul, tehát ugye a véletlen alapján történnek dolgok? Hát ha egy emberiséggel, ami előttünk volt, megtörténtek a dolgok, akkor velünk nem lehet, hogy megtörténik. Nem gondoltál ezen végig? Tehát, ha elpusztult az az emberiség, például azért, mert azt mondják, ha utána nézel ezeknek, hogy ne rám hallgass, mindegy, kire hallgatsz. Mondod végig, hogy azt mondják egyesek, hogy azért pusztult el, mert elkezdtek Istent játszani. Érted? Mi nem kezdtünk el Istent játszani, mi emberek? Jó, lehet, hogy te nem, de a tudósok. De a tudósok is parancsot csinálják. Hát vannak, akik megfizetik azt, hogy ők Istent játszanak, tudod? Hát azok játszanak igazán Istent, akik megfizetik a tudósokat. Gondold végig. Szóval nem gondolkoztál azon, hogy hova jut ez a világ, hogyha tovább hűl az emberiség? Hát ugye itt van például ez a háború kérdés, világháború kérdés. Hát ugye, gondold végig, az első és második világháborúnál sikerült elhitetni az emberekkel, hogy jó ügyért mennek harcolni. És ahhoz kellőképpen sötétnek kellett lenni itt belül az emberek fejében, hogy ezt el is higgyék. Tehát egy háború sosincs jó ügyében. Hát ahol emberek halnak meg. Nincs olyan, hogy jó így. Jó úgy. Érted? Hát a gyilkosság az a legfőbb bűn, ami létezik a bolygón. Annál nagyobb bűn nincs. És most tök mindegy, hogy valaki hasba szúrja a polgártársát, érted? Vagy gépfegyver elő másikra, vagy akármit tudom én, mondjuk ágyúval. Mi a különbség? Egy gyilkosság ez is, gyilkosság az is, nem? Az is gyilkosság, hogyha önszántából csinálja, vagy ha parancsra csinálja, nem? Mind a kettő gyilkosság. Na gondold végig. Tehát volt egy második világháború, ahol ugye pár évtized múlva megint rábeszélték az embereket, hogy jó ügyért mennek harcolni, nem? És akkor megint még többen haltak meg. Tehát ebből látni, hogy az emberi ostobasság az mérhetetlen. Mérhetetlen, de azért, mert az emberek nem fejlesztik a tudatosságukat. Azért. Hát azért. És azáltal mindenre rávehetők, mindenféle barom eszmére. Érted? Rávehetők. Hát vannak barom eszmék, meg jó eszmék. Csak különbséget kellene tudni tenni a baromságot képviselő eszmék és a jó ügyet képviselő eszmék között. Mert az is egy eszme, amit mi képviselünk, hogy legyen egy, a bolygón egy szeretett korszak, érted? Ahol béke van, az emberek szeretik egymást, az emberek boldogok, érted? Ahol béke van, szeretet, és fejlődés. És ez a fejlődés elsősorban a szellemi fejlődésben nyilvánuljon meg.
Mi baj van ezzel az eszmével? Tehát nekem van egy eszmém, amit végig kell csinálni. Ezt az eszmét én kaptam, nem én találtam ki. Fentiektől kaptam. Ezt meg kell csinálni, érted? Tehát meg kell csinálni, hogy ez egy szeretett bolygó legyen. Ha ez nem lesz szeretett bolygó, akkor ezt a szeretett bolygót törlik. És tudod, rosszabb helyzetben vagyunk, mint Atlantis idején volt az előző emberiség. Mert ugyanis Atlantiskor, abban az emberiség idején nem éltek a Föld alatt, a Föld mélyén gonosz istenek. Nem éltek, akik meg akarják szerezni a bolygót. Érted? Tehát ez nem volt. Tehát amikor Atlantisban éltek az emberek, akkor nem beszéltek arról, hogy van pokol. Mert nem volt. Mert nem éltek a Föld alatt gonosz istenek. És pont abban az időszakban volt a két emberiség között, amikor lemenekültek, ahelyett, hogy elmentek volna, lemenekültek a Föld mélyére gonosz istenek. Oké? És úgy tudnak szaporodni a gonosz istenek, hogyha emberi lelkeket szereznek meg. Nyilván ezt úgy, hogy megveszik életükben az emberi lelket, és utána az illető lepaktál a gonosz istenségekkel. Érted? És akkor így tudnak ott len szaporodni. És így akarják megszerezni ezt a bolygót. Tehát most azt gondolod, hogy fantasztikus, meg cifi dolgokról beszélek, óriási tévedésben vagy. Tehát ilyen terveik vannak a gonosz isteneknek. Tehát tudod, utána tudsz nézni. Van olyan, hogy drakon csillagrendszer. És onnan származnak ezek a gonosz istenek. Oké? És ők technikailag szuper fejlettek hozzánk képest, ugyanúgy, mint a természetesen a mi saját isteneink is szuper fejlettek hozzánk képest. És ugye a jó istenek, akik ugye mondjuk a Plejádokról jöttek, vagy a Siriusról jöttek, érted? Azok évmilliók óta szemben állnak a gonosz istenekkel. És rendszeresen van összetűzés, csillagközi háború. Itt is volt a környezetünkben. Tudod mikor? A múlt század fordulón. Az 1800-as, 1900-as évek fordulóján volt egy a naprendszerért folyó háború. Előtte pedig a 13. században volt a naprendszerért folyó háború. Oké? Okay. És a jó istenek és a gonosz istenek között. És a 19. 20. század fordulókor egy csapat gonosz isten lemenekült azokhoz, akik még itt voltak. Ezért lett az első világháború. Tényleg. Csak hogy tiszta és világos legyen. Szóval, nem kell ezt elhinni. Tehát itt az a baj, hogy vannak olyan lények a bolygóban, és ugye ott azért nagy védelem van, és amikor jókat mosolygok azon, tehát én fentről kapok információkat, jókat mosolygok azon, amikor azt mondják, hogy a földhöz hasonlító bolygókat keresik. Gondold végig, egy bolygó mélyén sokkal biztonságosabb élni, mint egy bolygó felszínén. Sokkal, de sokkal biztonságosabb. A bolygó mélyén nincs meteor támadás, nincs szél, nincsenek ilyenek. Ezermilliószor biztonságosabb egy bolygóban lakni, mint a bolygó felszínén lakni. Ráadásul nem kell létrehozni egy légkört.
fogják és gépekkel létrehozzák a zárt térben a légkört, érted? És gondold végig, gyakorlatilag sokkal kisebb térben kell létrehozniuk levegőt, ha levegővel lélegeznek, mert nem minden élőlény lélegzik levegővel, hanem vannak olyan értelmes lények, amelyek nitrogént lélegeznek, nem oxigén. Tehát nekik nitrogénre van szükségük. De ha megnézed, a mi levegőnkben is van nitrogén, nem is kis mennyiségben. Oké? Szóval lényeg az, hogy a Föld mélyén sokkal egyszerűbb, mert ez egy zárt tér, sokkal egyszerűbb létrehozni azt a légkört, amiben el tudnak lenni. Ott nincs időjárásváltozás, ott mindig állandó az időjárás. Létrehozni világítást, műnapot létrehozni, az ő technikájukkal semmit nem jelent. Semmit nem jelent. Oké? Például a Vénuszban és a Marsban vannak az isteneink. Sőt, a Holdban is vannak az isteneink. Jó, csak erről ennyit. Hát sokkal biztonságosabb egy bolygóban lenni, mint egy bolygó felszínén. Sokkal. A bolygó mélyén nincsenek tájfunok, meg cunamik, meg öregisten, érted? Nincsen. Sokkal, de sokkal biztonságosabb. És akkor a tudósok keresik a földszerű bolygókat. Tehát olyan hülyék vagytok, mint a sekk tudósok. Komolyan mondom. Nem kell messzire menni, hogy életet keressetek, a Mars mélyén, meg a Vénusz mélyén megtaláljátok. Nem kell hozzá légkör. Miért kellene hozzá légkör? Jó, meg a Holdban is megtaláljátok. Drága tudósok. Jó? Úgyhogy erről ennyit. Szóval a lényeg az, hogy az emberek nem tudnak dolgokat. Nem tudnak. És ugye az a baj, hogy itt vannak a Föld mélyén biztonságban a szuperintelligens, gonosz lények, akik, ez nem, mint egy vár. Egy várat, ha el akarnak foglalni, akkor belülről kell bomlasztani. A bent lévőket be kell bomlasztani. Világos ez? Úgy a legkönnyebb elfoglalni egy várat, hogy belül bomlasztják a bent lévőket. Igaz. Oké. És utána, amikor már fölbomlasztották a benti védőket, akkor meg lehet támadni a várat, és így elfoglalja. Hát ugyanezt folyik itt a Földünkkel. Belülről bomlasztják az emberiség segítségével ugye a Föld védelmét. Bomlasztják, hogy elérik azt, hogy helytelenül gondolkodjunk. Hát most gondold végig, furcsa lesz az is, amit mondok. Van 13 család, amely vezeti a világot. Mind le van szerződve a lentiekkel. Mind. Oké? Mind a 13 család. Oké? Ami azt jelenti, hogy ők ugye a világ leggazdagabb emberei, és mindent úgy csinálnak, hogy a lentiek utasítják őket. Mindent. Ha mit gondolsz, miért van több száz éves tervük? Mert ugye a 13. század óta vannak lent lények. 13. század óta, amióta volt az előző csillagközi háború a naprendszerért. Előtte fent voltak a Földön. Egy jó részét a fáraóknak ők adták. Mit gondolsz, miért láttál a piramisokon, faragványokba, több ezer éves faragványokba a kőre faragva, vagy festve, miért látsz nem ember fejű lényeket? Mert itt voltak jelen a Földön.
Csak ugye elvesztették a 13. században a háborút, és azóta ugye a jó istenek vannak, ők meg lemenekültek. Nyilván akik maradtak, nem az összes menekült le, hanem akik nem elmenekültek, hanem lementek a föld mélyére. És ahhoz jöttek még, ugye többek. Jó? Tehát onnantól, hogy elindult a második emberiség, előtte volt az előző emberiség, ugye mondtam, hogy volt egy nagy harc az emberiségért, és akkor, illetve a naprendszerért, tehát itt volt több, 4500 évvel ezelőtt is volt egy nagy csillagközi háború. De akkor tűnt el egy bolygó a naprendszerből. Olyan hatása volt. Jó? Hol? A Mars és a... Melyik a Mars utáni bolygó? Jupiter. A Jupiter között. Volt egy bolygó. Most kis bolygó övezet. Hát utána lehet ezeknek a dolgoknak nézni. Igen. Utána lehet ezen nézni. Az ősi ábrázolásokon egy bolygóval több van. Nem furcsa? Tehát az előző emberiség még egy bolygóval többet ábrázolt. Hol sem volt a föld körül. És hol sem volt a föld körül. Így van. Így van, nem volt hold a föld. Tehát ekkora bolygónak nincs holdja. Vagy ha van, akkor az sokkal kisebb. Oké? És forog. Jó? Tehát forog, minden oldalát látod körbe. Nyilván a két tetejét meg az alját nem biztos, de körbe, hogy forog, azt látni. Jó? Na szóval. Tehát tudni kellene azt, hogy itt ez a probléma. Hogy vannak gonosz istenek a földben. És ez olyan, mint a, mondom még egyszer, a vár. Tehát, hogyha a várban vannak ellenségek, akkor bomlasztják az ott lévő várvédőket. És akkor mi a legjobb megoldás? Fölrobbantják a várat. Hogy ott halljon meg mindenki. Érted? De akkor elpusztul az ellenség is. Na hát ez vár a földre, ha nem lesz szeretetkor. Érted? De ez itt ketyeg a mögöttünk, az óra, érted? Itt ketyeg. És egyre hangosabban ketyeg, mert 2035-ig meg kellene csinálni, hogy szeretetkor legyen. Mert már 2012-ben év végével lejárt az emberiség időszaka. Tényleg. És 2013-ra már itt szeretetkornak kellett volna lenni a bolygón. Tehát örüljünk, hogy engedték. De tudod, miért engedték? Miattunk. Miattunk engedték. Mert akkor már az emberek fejlesztésével foglalkoztunk. Oké? És az azt jelenti, hogy esélyt láttak abban, hogy még adjanak időt arra, hogy az emberiség fejlődjön. Tehát most gondold végig, az emberiség 4%-a az igazán gonosz. 4%. A 96%-ból még további 16% az nem nagyon gonosz, de gonosz. De a 80% az azért gonosz, mert gonosz hatás alatt van. Érted? És akkor gonosz csak, mikor ez a hatás éri. Egyébként nem. Tehát nincs gonosz indítatása az emberiség 80%-ának. Tehát az emberiség 80%-a az nem csak eleve jó, hanem most is jó lenne, ha nem nyomnák el. Érted? És ugye a 16% az, abban van jócskán gonoszság, és a 4% az, amelyik bazi gonosz. Tehát mondhatjuk azt, aki számolod, hogy minden 25. ember. Hát mész az utcán, és minden 25. ember az nagyon gonosz. De tényleg. Mit jelent a nagyon gonosz? Nincsenek emberi érzései.
Érted? Nincs szánalom, nincs megbánás. Érted? Nincs együttérzés. Ezek hiányoznak, ezek az érzések. A 16% van néha ez előjön. Ezek. De csak akkor, hogyha valamilyen szinten rákényszerül, hogy előjöjjön. De tényleg. A többieknél, a 80%-nál meg magától előjön. Ezek az érzések. Jó, ez azt jelenti, hogy itt van az emberiség, és ugye azért az nagyon nevetséges lenne, most idézőjebb a nevetségességet, hogy most a pár százalék miatt pusztuljon a 80% is. És ezért adtak még esélyt. És akkor azt gondolod, hogy tehát majd adnak megint esélyt. Nem. Nem, mert néz körül, és azt látod, hogy 12 óta nem okosodtak az emberek, hanem hűültek. Érted? Tehát ma, manapság több a hülye, mint 2013 előtt. Tényleg. Hát nézz körül. Tehát sokkal több negatív hatás éri az embereket, és ezáltal elhűlnek. Tehát ugye az lenne a legjobb megoldás, hogy azt a sok hülyeséget nem fogadnád be, tehát nem olvasgatnád, nem nézegetnéd, amivel befolyásolnak. Tehát ott vannak a hírek. Érted? Jó híreket nézhetsz nyugodtan. Rossz híreket nem kellene. Tehát minden, ami negatív dologgal foglalkozik, miért érdekel téged? Ja, mert negatív vagy. Hát ha pozitív lennél, nem érdekelne. Tehát az a jó, hogy negatív vagy? Nem hiszem. Nem jobb lenne pozitívnak lenni? Gondold végig. Nyilván ahhoz, hogy az ember pozitív legyen, ahhoz kellene tudással rendelkezni. Tehát erre vagyunk mi. Hogy megkapd azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy ezeken a területeken boldogulj. Ebben benne van az is, hogy mi a fészkes fenét keresel itt a bolygón. Oké? Okay. És hogy honnan jöttél, és hova tartasz? Hát nem oda tartasz, hogy most megszülettél, ha hiszel ebben a dologban, amit most mondok majd, megszülettél, és akkor meghalsz, és akkor majd lesz egy következő emberi életed, amit úgy hívnak, hogy reinkarnáció, és akkor ez így, így élsz évmilliárdokon keresztül. Nem ezért vagy itt, hogy élj emberként évmilliárdokon keresztül. Az ember az olyan, mint az óvoda, vagy az iskola, de sajnos a legtöbb ember még iskolának se veszi az emberi mi voltát. Tehát olyanok, mintha óvodások lennének az emberek. Egy iskolás legalább tanul. Nem? Az óvodás az csak játszik. Mit akarnak az emberek? Játszani, nem? Tanulni nem, csak játszani. Játszunk. Az élet az egy játék egyébként, csak nem mindegy, hogy rossz játék vagy jó játék. Ha van tudásod, akkor jó játék, ha nincs, akkor rossz. Nem kellene ezeken a területeken boldogulni? Gondold végig. Tehát nem mondom azt, hogy mondjuk itt van ez a hetedik. Nem mondom, hogy legyél gazdag. Mert akkor más el akarja venni a vagyonadat, érted? Nem feltétlenül jó az. Legyen annyi, amennyi, ami jut is, meg marad is, nem? Ami neked elég, nem? Gondold végig, ott vannak ez a 13 család, amelynek egyenként a családoknak több
a vagyona, mint a közepes országoknak. Érted? Jó, mi akármilyen hihetetlen, ha utána nézel, a közepes országok közé tartozunk. Nem a kicsik közé tartozunk, bár mindig lekicsinyílnek minket a magyar média, az mindig lekicsinyíl minket, de utána kell nézni, hogy mit tudom én, a lakosság rangsorban hol állunk? Középmezőny. Területileg hol állunk? Középmezőny. Érted? Mi nem vagyunk se kis ország, se kis nép, hanem közepes. Persze vannak nálunk nagyobbak, vannak nálunk kisebbek. Tehát talán nem kellene magunkat leértékelni. Ott kezdődik. Jó, szóval gondold végig, hogy itt van mondjuk egy közepes ország, és ennek a 13 családnak mindnek egyenként nagyobb vagyona van, mint ennek az országnak. Érted? Miért kell? Gondold végig, miért kell? Miért kell? Tehát egy családnak miért kell annyi vagyon? Miért? Miért? Ja, hogy nagy hatalmuk legyen. Azon kívül miért kell? Miért kell? Tehát az a normális? Nem az a normális. És akkor ugye ennek a 13 családnak igazából, mert kézen közön keresztül az övéké az összes nagyvállalat a világon, érted? Vagy majdnem mindegyik. Gondold végig, hát nekik dolgoznak az emberek. És elnyomják az embereket, mások zsírján gazdagodnak. Miért kell? Most gondold végig, itt vannak a nagyvállalatok. Ha holnap azt mondanák az emberek, hogy jó, akkor innentől kezdve nem működünk alkalmazottként. Mind tönkre menne. Mind. Egyik napról a másikra. Tehát gyakorlatilag az átlag emberek tartják életben az elnyomóikat. Gondold végig. Így van. Hát megnézed, nem kellene messzire menni. A háború előtt Magyarországon a lakosság 80%-a az vállalkozó volt. A mai értelembe vett vállalkozó volt. És mindössze a 20% volt a mai értelembe vett alkalmazott. Meg lehetett ezt régen csinálni? Meg. Most is meg lehetne csinálni. Miért jó az neked, ha alkalmazott vagy? Ahogy ki akarod szolgálni az elnyomóidat. Bravo. Jó. Életbe akarod tartani az elnyomóidat. Bravo. Oké. Okay. Jól csinálod. Jó? No, hát rendszeresen vannak képzéseink, hát rendszeresen, minden szerdán és vasárnap. Szerdán és vasárnap nem egészen ugyanabban időpontban van a kezdés, hanem ugye vasárnap, nézzük, már túlmentem, Itt van. Tehát havi 30 óra képzésünk van. Értéke 200 ezer forint. Az akciós díja az első hónapban 19.700, a második hónaptól 12.500 forint. Lehet keresni hasonló képzéseket. Nem fogsz csak jóval többért kapni, mint 200 ezer forint 30 órában. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. Tehát nem a pénz a célunk, hanem az emberek fejlesztése. És ezért a tandíj úgy van kikalkulálva havonta, hogy az bárki számára megfizethető legyen. És lehet választani. Kaptál egy utolsó esélyt, hogy vagy fejlődsz, vagy szenvedsz. Ez van. Jó? Lehet keresgélni máshol fejlődési lehetőséget, de egy helyen nem fogsz kapni arra a 10 területre fejlődési lehetőséget. Az biztos. Csak nálunk. Oké? Mondom még egyszer. Lehet választani. Első választás az, hogy jössz tanulni,
Második választás az, hogy szenved. Tehát az a szenvedés, amit az életedben kapsz, meg kaptál eddig, eddig is te hoztad létre, a te cselekvésed, gondolkodásod miatt jött létre, most kaptál lehetőséget arra, hogy helyrehozd az életedet, ha nem hozod helyre, fejlődés helyett szenvedhetsz. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni a vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendkívül jó kis képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz, immáron 10 évvel ezelőtt, és hát meg kell mondjam, előtte sok fele jártam, de nem kaptam meg komplexen ezt a tudást, amit itt össze van rakva, és amiből ilyen fejlődés garantálható, amint itt végigmennek a tanulók. Az a sok minden felejárás az Magyarországon körülbelül minden, ami felelhető volt akkor, és azt hittem, hogy nagyon, nagyon okos vagyok. Aztán egy idő után besokaltam az egésztől, mert a nagy okosságtól nagyon sok problémám lett. Ezt mindig mondta a feleségem, de nem hallgattam rá. És abba hagytam a keresést, akkor talált rám a PPH, én nem haboztam, felhívtam az irodát, és 2 hét múlva tanulóvá váltam. Ez 14 novemberben volt, azóta vagyunk itt Ibolyával, és azóta megváltozott minden. Ugye itt az első részben is lehetett hallani, hogy milyen részletes szemlélet van itt minden irányba, és homlok egyenest úgy lehet mondani, hogy szembe megyünk avval, ami a világban tapasztalható. És bizony sokan élnek itt meg megrázkódtatást tanulóként, hogy semmi nem úgy van, ahogy gondolják. De ahogy elindulnak ezen az úton, az életük változik, meg tud változni tartósan. Akár boldoggá is válhatnak, és felnyíhat a szemük. Egy ilyen út előtt áll az, aki hallgatta ezt az előadást is például. Ez így van, ebben csak meg tudlak erősíteni. És valóban én is el tudom azt mondani, az életem legjobb döntése volt, hogy én szoktam mondani a legjobb befektetése igazából, mert mint párom már elmondta, hogy nagyon sokfele voltunk, és mint ahogy a mester beszélt a előadásban, hogy igen, mind a ketten kerestük azt, hogy egyik az, hogy miért is vagyunk mi itt, meg hogy tényleg mit kezdünk majd az életünkkel. Aztán voltak problémáink, és arra is kerestünk megoldásokat, hogy megoldódjanak, meg tényleg, hogy egy, ha már itt vagyunk, akkor tényleg boldogságban éljünk egy szabad életet. És én itt a 10 év alatt, persze hamarabb is rájöttem arra, hogy én is kerestem a szoktuk mondani, szabad és boldog életet. És lehet, hogy nem tudom, hogy ki hogy gondolja, de hozzákötjük azt, hogy szabad élet, pénz. És igazából persze kell a pénz is az életünkbe, de az, hogy szabadon éljünk, ahhoz a bennünk rejlő, az életünk során, hogy felnőttünk, nagyon sok gát keletkezik. És ezeket a blokkokat, gátokat, ha fel fogjuk tudni oldani, akkor fogjuk tudni azt elmondani, hogy egy szabad életet élek. És igazából tényleg nagyon-nagyon sok fele voltunk képzéseken. Nekem sehol nem volt annyi felismerésem, mint itteni képzések által, és ezek a felismerések által tudok szabad emberré válni, mert a felismerés az nagyon jól megszületik, akkor még jobb, hogyha megvan rá a módszer, hogy ezt a felismerést, azt a blokkot, azt a gátat, hogy oldjuk föl. És nekem azért is volt nagyon szimpatikus ez az iskola, vagy az itteni tanítás, mert itt megkapjuk azt a módszert, amivel egy tényleg egy szabad, boldog életet fogunk élni. Egyik ez volt, ami nekem nagyon fontos volt és fontos. A másik pedig az, hogy a mesterünk, Szedlacsik Miklós, nekem... Több mesterünk volt, akitől tanultunk, kaptunk mi sok jót, de valahogy mindig volt benne egy, nem mondom őszintén, nekem nem
volt etikus, hogy amit tanított, nem úgy élt. És nekem ez igazából azt fogott meg legjobban, hogy itt, amit a mester tanító úgy él. Hatalmas tapasztalattal, hatalmas tudással, és valóban ő minden tudást átad nekünk, ami ahhoz kell, hogy bekerüljünk a szeretett korba. És a mi világunk, nagyon jó most, hogy beszélt a Szedlecsik Miklós, hogy hát milyen a mi mai világunk, mindent lehet elmondani, csak azt nem, hogy csodálatos. És viszont nagyon jó, hogy PPH-sok, már nem csak már mi vagyunk, hanem nagyon sokan, ami nekünk valóban egy csodálatos világunk van, mert hogy már olyan tudással jövünk, megyünk, járunk ebben a világban, ha történik valami, akkor látjuk, hogy miért, meg tudjuk érteni, hogy ez miért történt, vagy éppen miért történt velem az, ami történt. És ez a csodálatos okay, benne. Okés okozat. Így van, igen, igen. És nekem az is nagyon szimpatikus volt, hogy a képzések, mint ahogy most is, online élőben vannak. Tehát bárhol vagy a világban, mindig rendszeresen tudod hallgatni. Szerdán 18 órától, vasárnap 16:30-tól, és bárhol vagy, mindig tudod hallgatni. Ha éppen esetleg nem tudod élőben hallgatni, akkor a weboldalon fönt van felvételen, vissza tudod hallgatni, a témákhoz jegyzetek vannak, tehát letöltheted, kinyomtathatod, és szerintem ez is nagyon jó. És mindenkinek van mentora, akinek a meg nem értett kérdéseit felteheti, meg lehet beszélni, hogy minden egyértelművé váljon. Így van. 26 nagy témakör van, csak egyet-kettőt ebből olyan, hogy etikakócs, eredményes tanulás, önismeret, vérmérséklet, hangulatjavító, személyiségfejlesztő, elnyomásfeloldó, önbizalomteremtő, szeretetteremtő, gyereknevelés, hát az így anyaként csodálatos egyébként abban a tudással nevelni a lányunkat. Apaként is. Apaként is, ez így van. Így van. És hogy tényleg egy olyan példa tudunk a gyermekünknek is lenni, ami egy olyan jövőt tudunk neki felépíteni, ami csak jó neki. Tehát párkapcsolat, egészség, most például egészségteremtőnél tartunk a harmadik hónapnál, boldogságteremtő, cél megvalósító, tehát mind olyan témakörök, ami az életünkhöz, tehát mind kell, mind szükséges ahhoz, hogy tényleg egy szabad, boldog életet tudjunk élni. A másik pedig, a mesterünk úgy rakta össze ezt az iskolát, ezt a rendszert, hogy itt nem csak tanulhatsz, hanem egy szakmát is megtanulhatsz mellé, és mi már ezt a szakmát egész jól. Persze ez mindig fejlődik, és mindig fejleszteni kell, de tanuljuk ezt a szakmát, és ezáltal a szakma által van meg a munkánk is, mint ahogy mi már csak evel főfoglalkozásban evel foglalkozunk. És higgyétek el, hogy nekünk ennél etikusabb és csodálatosabb munkánk, eleve már csak azért, mert mi mind a ketten evel foglalkozunk. Hát nagyon, nagyon jó így élni. És a másik pedig az, hogy egy olyan nemes célt valósítunk meg, ami ha mi emberek nem fogunk össze, akkor ez a világ tényleg, ahogy a mesterünk is mondta, megy a levesbe. És én tudom, hogy mi, akik itt vagyunk PPH-sak, és mi ezen dolgozunk, mi egy nagyon jó helyre fogunk kerülni, ebbe biztos vagyok, és én mindenkit arra biztatok, hogyha már régóta hallgatod az előadásokat, ne gondolkozz rajta, mert telik az idő, a világunk nem lesz jobb, tehát hogy te a kormányra vársz, akkor szerintem várhatsz, igen, tehát boldog, szabad életed nem lesz, de az itteni tudással én biztos vagyok benne, tudom, hogy egy nagyon jó életed lesz. Nagyon jó emberekkel fogod tudni magad körbevenni, egy fantasztikus szervezet, tehát minden az etikán alapul. Eljöhet személyesen ide Budapestre az irodába, hogy valóban tényleg, hogy működünk mi, találkozhatsz Szedlecsik Miklóssal. Minden lehetőség megvan, rugalmasan kezeljük. És hát a tandíjról meg tényleg nem beszélve, itt ki volt vetítve, ez az első hónapban 19.700, a másik hónaptól 12.500 forint,
Ez tényleg egy olyan összeg, ami megfizethető, és hatalmas tudást kapsz érte. Ha tetszett neked, amit láttál, hallottál, de tanástalan vagy, hogy induljál el, akkor keressél egy PPH szervezőt, fönn vagyunk a Facebookon, mindenféle social médiában találsz egyet magadnak, és ő segíteni fog, hogy minél könnyebben, minél hamarabb el tud kezdeni a saját fejlesztésedet. Ugye minden szerdán és vasárnap este vannak képzések, be lehet kapcsolódni. Most az első rész végére értünk, 30 perc szünet fog következni, utána kezdődik az egészségteremtő coachnak a második hónapjának az egyik előadása, ami már ugye egy kicsit komolyabban pengeti a témákat, most csak érintettünk témákat. Mindenkinek jó és gyors döntést kívánok, szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!